Köszönöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jöjjön az Outlast című játékból a folytatás! Ez immár a harmadik epizódunk! Na hát srácok, ugye az előző részt itt fejeztük be, lejöttünk innen a lépcsőről, és kijöttünk ide az udvarra! Hát eddig eléggé nagy a para! Oké. Az éjjelátó részt itt most nem fogom tudni használni. Hát nagyon sokat nem látok, azt kell, hogy mondjam, de valószínű, hogy ti se! Ajaj. Oké, itt egy ajtó, itt egy ajtó. Itt volt valami, nem? Nem. Maradjunk az ajtónál, menjünk az ajtó felé. Atya úristen. Nagyon kicsi a látótávolság. Elképesztően kicsi a látótávolság. Közben mindenhonnan egy kis... Oh! Anyád! Jó, nincs baj. Nincs baj. Szerintem nem sérültünk meg. Ugye most nem visszafelé megyünk. Nagyon remélem, hogy... Aha, jaja. Úristen, mennyi vér. Jó, még az éjjelátónak még mindig nem veszem hasznát. Az a baj, hogy túl hangosra hagytam szerintem a játékot. Valami trappol. Valami trappol. Ajaj. Jó, megyünk lefelé. Megyünk lefelé. Ott van valami fény. Oké. Okay. Megyünk szépen fel a lépcsőn. Itt van az ajtó. Jó. Sehol se tudok bemászni. Aha. Hoppá. Nézd meg! Kosarazik! Hát beszarok! Beszarok! Gyerekek, ezek a sárgalapos emberek tudnak kosarazni. Hát ilyen nincsen. Ajaj. Ajaj. Valaki ki akarja nyitni az ajtót. De ahogy látom, nem tudja. Nem szívesen segítenék neki. Jó, hála Istennek nem tudom én se kinyitni az ajtót. Jó, hát ez körül tudunk majd kergetőzni, hogyha valami probléma lesz. Jó, én azt amondó vagyok, hogy csukjuk be. Oké. Okay. Semmivel se tudok semmit csinálni. Felmászni. Sajnos nem. Biztos? Jó, ide be tudnék akár guggolni. Na ne szívas, na ne szívas. Jöttek új hangok közben erről. Ajaj. Nem, itt továbbra se tudunk bemenni. Valaki nagyon morog, gyerekek, valaki nagyon morog. Oké, itt kinyitotta ezt az ajtót. Jó. Jó nyomon járunk, nagyon úgy néz ki. Itt valaki fekszik. Aha. Jó, az nem van zára. A rendőrnél nincsen semmilyen kulcs. Hú, de adnék egyszer egy pisztolyt ebben a játékban. Oké. Okay. Aha. Nyilván erre kell majd mennünk. Jó, még itt egy picit elnézek erre. Nem, az egy zárt ajtó lesz. Oké. Okay. Megnézzük, hogy hát ha van nála valami jelen, vagy valami. Egy rádió van csak nála, de azt nem tudjuk felvenni. Úgy gyerekek, oda át kell ugranom. Oké. Okay. Oh! Hello! Nyugi! Nyugi! Jó. Ó, bazd meg. Nem akarok oda leugrani. Oda le kéne ugranom. Ott lehet, hogy van valami ajtó. Jaj, ne. Aha, itt te. Jó. Még jó, hogy nem oda ugrottunk le. És akkor itt tovább tudok osonni. Aha. Lehet, hogy erre fel kell... Aha.
Nem ugorhatunk le oda. Itt nem tudunk felugrani. Na. Menj már! Menj már! Nem akarok oda leugrani! Most parkúroznom kéne, oda át kéne ugranom, megpróbálok oda átugrani! Jó! Baromira nem jó! De legalább még élünk! Aha, erre nem! Ó ne, az ilyet nem szeretem! Az ilyet nem szeretem! Léci! Jó! Hát úgy néz ki, hogy alapból leugorhattunk volna ide! Itt egy létra. Néhány teszkos kocsikerék. Arra nincsen szükségünk. Hú, gyerekek, ott fönn milyen világos van. Osztam mindenit neki. Jó. Valaki megint nyögött egyet. Jó, az az ajtó zárva van. Hát ilyen része volt még, hogy nem nagyon kellett használnunk az éjjel látót. Jó, itt átmászunk. Nagyon óvatosan, Krisztiánka, nagyon óvatosan. Valami van előttem. Hallom a hangját. Ott van valaki. Tudunk balra is menni, és jobbra is menni. Ajaj! Ajaj! Annak kés volt a kezébe! Oké. Okay. Csukjuk be! Csukjuk be! Nagyon jó! Na most vagyok beszarva. Most vagyok be... Na ne! Na ne! Egy! Kettő! Na jó, legyünk menőek! Át az asztalon, és irány az ajtó! Nyomj egy lájkot, és bevállalom! Szevasztok! Nem tudok felugrani! Nem tudok felugrani! Jaj, de gáz! Jaj, de gáz! Nem bántanak, nem bántanak. Nem bántottak. De azért nyomtál lájkot? Be akartam vállalni, láttad? Az előző résznél is iszonyat mennyiségű lájk volt, srácok, szóval köszönöm szépen mindenkinek. Az mi a fasz volt? Bazd meg! Valaki egy fejjel kosarazik! Ojaj! Nem, 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 nem! Nem! Semmit sem akartam csinálni, ne haragudj! Ne haragudj! Bocsánatot kérek mindenkitől, baszki! Nem áll! Nem áll, gyerekek! Beszéljük meg valahogy! Én visszadobom! Jó, lekopok! 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 Úristen! Létra! Jó, itt már nem kapnak-e? Nem kapnak-e? A vadállatok, baszki! De amúgy egész értelmesnek tűnnek. Jó, hát annak ellenére, hogy egy emberi fejjel kosaraztak, nem bántottak. Ez miért van olyan érzésem, hogy zárva lesz? Oké. Okay. De a hátsó ajtó viszont nyitva. Jó. Szereztünk egy dokumentumot. Aj, de kár, hogy nem lehet ezt innen se kinyitni. Jó, megyünk tovább előre, gyerekek! Valakinek fájdalmai vannak, ahogy hallom. Oh! Valakinek segítség kéne. Nyilván nem fogunk neki tudni segíteni. Nem megyek vissza egyáltalán. Megőrültél? Úgy gyerekek, sok a lehetőség, sok a lehetőség! Itt van egy ajtó. Oké, okay. Az a sok lehetőség már is csak kettő. Jó, itt ismételten nem tudunk semmit csinálni. Így marad a létra. Megyünk egyre feljebb.
Feljebb és feljebb! Hú, baszki! Nem bújhatsz el. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Hello? Hello? Itt elmegyek melletted, nem nyúlok hozzád! Halloka? Na, ő egy nyugodt! Ő egy nyugodt úriember! Na, ezt már szeretem! Nem is értem, miért van ide bezárva! Jó, ez az ajtó nyitva. Nyilvánvalóan nincs itt semmi. Jaj, csak ne kelljen leugrani. Legyen itt... Ajaj! Ajaj! Aja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 j
játék, gyerekek! Kezdőd! Azt hittem, valaki be akarja törni ezt az ajtót. Jó, hál' Istennek zárva. Egy irányba tudunk csak menni. A fene tudja, mintha onnan eltűnt volna az ajtó. De jó ég! Nyugi, Krisztiánka, ez csak egy játék. Nyugi, nyugi, nyugi. Ha kell, az éjjel látok. Ah, csukjam magam mögött, nem csukom. Jó, eddig jók vagyunk. Hoppá, van egy rádiónk. Ojjaj! Na ne! Na ne! Ó, bassz meg, mit bekaptunk! Ajaj! Ő nem akarja, hogy ide jöjjenek a rendőrök. Nem akarja, hogy ez az egész kiderüljön. Ajaj! Ajaj! Az meg. Mi a? Mi volt az? Mi volt az? Baszki! Baszkika! Baszki! Hello! 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 Úristen, jön mögöttem! Na ne! Na ne! Becsukta! Becsukta! Átmászó! Nagyon jó! Ne, kérlek, nyitod ki! Be kéne csukni, nem kéne becsukni, nincs ájdod! Ott jön mögötted! Jó! Nagyon jó! Kérlek, ne érj utol, ne érj utol, ne érj utol! Jó! Egy lag! Hú, laggol a játék! Nem igaz, nem igaz, jó, meg vagyunk! Jó, aztán az hol az anyámban van? Kurvára rossz helyre jöttünk! Egy WC-ben vagyunk! Innen ki kell mennünk nagyon gyorsan! Hello! Nagyon kreatív és ügyes vagy! Nem akarok semmi bajt! Nagyon ügyes vagy, elképesztő! Mennyi festéked van még! Aha, oké, ez zárva van! Az is zárva van! Hát azt meg se nézem! Hát valahol itt kéne bemennünk! Nem tudok ott lemenni, gyerekek! Itt egy lyuk! Ó, baszki! Hello? Meg tudnád mondani, hogy mi van alattunk? Mert azért meg... ott van egy ajtó mögöttünk! Jó, mindjárt kiderül. Ott nem megyek be. Nem megyek be. Rohadjatok meg, hogy bezártok minden. Aha, jó, itt nem tudok lootogatni. Ajtó nyitva, nagyon jó. Itt egy elem. Oké. Kéne valami szellőző rács, vagy bármi, de... de nem, itt nincsen semmi. Ez nagyon úgy néz ki, hogy ez egy zsákutca.
Oké, ez le van zárva. Ezt nem tudom elindítani. Úristen! Úristen, megint jön mögöttem! Nem lehet, hogy az a tagadék ilyen gyorsan fut! Hát én sem tudok olyan gyorsan futni! Nem áll! Nem áll! Jó! Basz meg! Ablak! Ablak! Nem ablak! Itt ablak! Nagyon jó! Gyerekek, milyen világos van! Milyen világos van! Konkrétan szinte nem kell az éjjellátó! Nekem legalábbis egész jó, de a másik monitoron most lecsekkoltam. Ott azért nem olyan világos. Aha, jó, oké, ez zárva van. Ott van egy nyitott ablak, valószínű majd ott kell beugranunk. Jó, hát ez eddig eléggé pörgős rész. Eddig egész jók vagyunk. Jó, az egy zárt ajtó lesz. Biztos? Nem, egyáltalán nem biztos. Baromira nem volt biztos. Biztos, hogy lemenjek már most. Mi van, hogyha ott elhagytunk volna valamit ott abba az ablakon? Mert ott be lehet menni a... Abba egész biztos vagyok. De mit hagytál volna el, Krisztián? Mit hagytál volna el? Egy dokumentumot, meg egy elemet? Szart le! Menj tovább! Jó, megyek tovább. Jól van, eddig ügyes vagy, Krisztiánka, nagyon jó. Jó, éjjel látok ki. Itt kell átmásznunk. Jó, megyek is. Jó. Ó, bazd meg. Gyerekek, írjátok már meg hozzászólásból, hogy milyen hosszú ez a játék, hogy még mennyi van. Körülbelül mennyire vagyunk ilyen? 50-60 perc? Jó, hát nem valószínű, hogy egy óra után vége lesz a játéknak. Ajne. Valaki segítséget kér. Aztán most már nem tudunk annak a valakinek segíteni, mert szerintem elvérzett. Aha. De baromira nem látok itt semmit, hogy ide miért kellett bejönni. Cserélünk közben egy elemet. Óvatosnak kell lennünk, gyerekek, mert itt minden áram alatt van, ahogy látom. Aha, jó, hát ezt nem fogom meg. Nyilvánvalóan az se. És ez se. Jó, hát akkor marad az az egy nyitott ajtó. Itt egy elem. Lehet, hogy ő halt meg előbb. Nincs kizárva. Ott volt valami a sarokba. Valami fényt láttam. De ezek szerint rosszul. Nem innen jöttél előbb, te fogyatékos. Ez tiszta labirintus lett, gyerekek. Oké. Ne. Ajaj. Oké, bocsi. Aha, ezzel tudom lekapcsolni az áramot. Ajaj. Jó, gyorsan futunk vissza a kerítéshez. Oké. Na vajon melyik ajtón megyünk be? Azon volt valami lakat? Azon van lakat? Ne. Én azt hittem, hogy ezzel lekapcsoljuk ezt az áramot. Mi van, hogyha olyan konyulok rá, amikor nem ráz? Most! Jaj! Bocs, baszki. Mi van, hogyha valaki visszakapcsolta és nem is erre kellett volna jönni? Ó, basz meg. Ó, baszki.
Á, nem hiszem, hogy azokon kéne felmászni. Jó, nagyon gyorsan kiszaladtunk onnan, nagyon gyorsan kiszaladtunk onnan. Még azért egy csekkolásra visszamegyek. Hát, ha ott hagytam el valamit. Mert azért azt nem tartom kizártnak. Van egy kis gond, gyerekek. Kijött innen a rohadt szemétláda! Visszanyomta! Tudtam, hogy visszanyomta! Te mocsok! Jön utánam! Ajaj! Ajaj! Légy színe, báncs! Ki tudja nyitni? Biztos, hogy ki tudja nyitni! Biztos, hogy ki tudja nyitni! Tudjuk, hogy merre kell menni! Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Nagyon gyorsnak kell lennünk! Ajtó! Ajtó! Ajtó, becsuk! Ajtó, becsuk! Nincs értelme becsukni! Gyerekek! Ki vagyok idegileg? Ezt is visszacsukjuk! Na most merre? Most merre, baszki? Legyen balra! Aztán majd mindjárt a játék eldönti, hogy... hogy mehetek erre, vagy nem? Léci, léci, léci. Megint egy udvar. Átértünk az egészen, nagyon úgy néz ki. Jó utat választottunk. Oké. És nagyon úgy néz ki, hogy ide a vízbe kell leugrani, viszont azt majd srácok a következő részben. Mert ez a mai epizódunk ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok hozzászólásokat, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára. Én Krisztián voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!